Köszöntöm az ismerős nézőit és mai vendégemet is ugyanilyen nagy szeretettel. Köszöntöm Pekari Bernadettet. Szia, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hogyha a titulusodat említeném, akkor azért is vagyok zavarban, mert ahogy átnéztem az életrajzodat, rengeteg mindennel foglalkoztál, de beszéltünk és azt mondtad, hogy drámapedagógusként említhetnek téged. Igen. Gondolom nagyon sok mindenkinek nem kell, hogy bemutassalak, ugyanis 3 évig erősítette a televíziónak a csapatát is itt nálunk. Most mi az, amivel leginkább szívesen foglalkozol, és hogyha mondjuk össze kellene foglalni egy picit, hogy hogyan jött maga a pedagógia, a kommunikáció, és így az emberi kapcsolatoknak ez a fontossága az életedben, akkor mit mondanál erről? Érdekes volt, amikor felkerestetek, hogy felkérjétek erre a beszélgetésre, akkor az ember kicsit átgondolja azt a 33 évet, ami jelen esetben az én életemről szól, és azokat a fontosabb eseményeket próbáltam meg így összegyűjteni, ami számomra maradandó élményt jelentettek, illetve a pályámon segítettek. Kezdeném azzal, hogy édesanyám mindig azt szokta mondani, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem, és ez való igaz, mert a szerencse szerencsére végigkísérte az életemet. Kezdve ott, hogy jó géneket örököltem, édesapám szívóságát, erejét, édesanyám lendületét, kitartását, emberszeretetét, és igazából a pedagógia is, a pedagógusi pálya is édesanyámtól öröklött dolog, mert hogy megadatott neki, hogy 4 évig bogyiszlón képesítés nélkül taníthatott, és mindig azt emlegette, hogy ez a 4 év számára az életének egyik legszebb 4 éve volt. De egyébként az egészségügyben kezdtem én foglalatoskodni, tehát az egészségügyi szakközépiskolát választottam a 8. általános után, és egy nagy éles váltással találtam meg végül is az utamat, amit a pedagógiát ugye hivatásomnak is tekinthetem, és tekintem. És azt gondolom, hogy ha az ember egy olyan hivatást választ, ahol örömmel végzi a feladatokat, a munkáját, akkor ennél nagyobb dolog nem kell az életben, és mint Dorothea Sárga köves útra, azt gondolom én is 93-ban, amikor döntöttem, hogy én a pedagógusi pályát választom, ráléptem, és itt nem volt már megállás. Azt gondolom, hogy nagyon szép hivatást választottam, sok örömöm van benne. Térjünk vissza egy picit az egészségügyre. Miért nem azt a pályát választottad? Mert én úgy tudom, hogy rögtön, hogy befejezted, már kezdted is a főiskolát. Akkor miért nem? Azt miért nem? Megmondom őszintén, hogy 4 csodálatos év volt az egészségügyi szakközépiskolában, amit ott eltöltöttem. Nagyon jó tanáraim voltak, akik kamaszkori lendületemet egy kicsit visszafogták, és igazi emberségre neveltek bennünket. Vékony Pancai Bolya tanárnőre szívesen emlékszem vissza, aki az osztályfőnökünk volt, és azt a törődést, azt a lelkiismeretes munkát, munkára szívesen emlékszem vissza, amivel bennünket csak lányokat, ugye mert csupa lányokból álló osztály voltunk, kordába tartott és összefogott bennünket, és harcolt értünk, hogyha kellett. De aztán a 4. év után úgy gondoltam, hogy az egészségügyben, hogyha ott maradok, semmiképpen sem szerettem volna orvosi pályára lépni, mert azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogyha valaki ezt a hivatást válassza. Mindenképpen szerettem volna emberekkel foglalkozni, és valószínű, hogy tehát annak idején persze gyerekként is, hogy az ember lányként szeret ugye játszadozni a babákkal, utána a testvérével, hogy van egy öcsém, és annak a korosztályával, korabeli gyerekekkel tanítgattam őket, meg közös programokon vettünk részt ilyen szempontból, és szóval az ember átgondolja egy kicsit, hogy akkor milyen irányba tovább. Az egészségügyben maradtam volna, akkor azt gondolom, hogy nem lettek volna számomra olyan lehetőségek, amikkel én élni tudtam volna, tehát a főiskolám... Volt ebben szülői ráhatás? Hát természetesen édesanyámmal nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és barátnőmként tekintem a mai napig is, tehát nagyon-nagyon megfontoltuk, átbeszéltük annak idején ezt a döntésemet, és nyilván ő is egy kicsit azért, mint ahogy említettem, hogy pedagógusként dolgozhatott, tehát szerettem hozzá kijárni például Bogyiszlóra, amikor ott tanított, és akkor valószínű, hogy nem is fogalmazódott annak idején meg bennem ez, hogy most én pedagógus szeretnék lenni, de akkor, amikor pályaválasztásról volt szó, és döntenem kellett, hogy milyen területre menjek, akkor ez nem volt kérdéses. Valahogy nem tudom, jött az isteni sugallat, és megéreztem, hogy nekem ezt kell csinálnom. A szerencse egyébként tényleg a te életedben nagyon meghatározó, mert ahogy végeztél az iskolával, rögtön kaptál állást, ami azért elég ritka, mostanában meg aztán főleg. Hol tanítottál először?
Még annyit hadd említsek meg a főiskolai évekről, hogy majdnem más irányba, ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy milyen irányba változott az életem, és hogy mit választottam magamnak hivatásként. A főiskolai évek alatt egy lehetőségem adódott, magánénekre jártam a zeneiskolába Kovács József tanár úrhoz, és pont abban az évben kerestek a Német Színházból a Marica grófnő című operethez kóristákat. És pont amikor én bent voltam egy ilyen magánénekórán, akkor jött a hölgy, és Józsi bácsit kérdezte, hogy kit tudna ajánlani a kórusba, és mondta Józsi bácsi, hogy hát engem. Úgyhogy két szép évet töltöttem a Német Színházba, és valószínűleg a színház szeretete, illetve a színházzal kötött házasságom az itt kezdődött, igen. Tehát a próbák folyamatát megélni, nagy emberekkel egy színpadon énekelni, mint Iván Ildikó és Berzsenyi Zoltán, tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára maradandó élményeket jelenthetett, és számomra is az volt. Aztán jött ugye nagy dilemma, hogy akkor én most operett énekesnő legyek, vagy ugye a főiskolán ugye tanítóképző végeztével pedig pedagógus, de aztán ez csak egy ilyen elgondolkodtató kérdésként vetődött fel. Ezt nem bántad meg? Azért nem bántam meg, megmondom őszintén, mert hogy én nagyon-nagyon kötöttem a családomhoz. Tehát nagyon szép gyerekkorom volt, családi házban nőttem fel, szeretetbe, békességbe, és én nagyon kötöttem a családomhoz, és el se tudtam volna én képzelni. Tehát a középiskolát is, és a főiskolát is mindig úgy választottam meg, emiatt, hogy mindig közel legyek a szeretteimhez, a családtagjaimhoz, és nem tudtam volna elképzelni, ugye ahhoz, hogy mondjuk operettszínésznő legyen az ember, vagy operetténekesnő, ahhoz minimum Pécsre, de maximum ugye Pestig kéne eljutni, és nekem ez teljesen lehetetlenség volt, hogy én egyedül, egymagam, kollégistaként megálljam egy ilyen nagyvárosba a helyemet, tehát én szerettem volna mindenképpen a családi kötelékben maradni otthon, úgyhogy naponta hazajárni, otthon aludni, tehát nekem ez nagyon fontos volt. Nem is mentél olyan messze visszatérve az iskolára, tehát ahol először oktattál? Igen, Tolnán kezdtem, egy évet tanítottam ott, ezután pedig Faddon dolgoztam, mint osztálytanító, 2,5 évig. Sokat tanultam a hibáimból, mert hát nyilván kezdőpedagógusként az ember véd hibákat, de azt gondolom, hogy a gyerekektől nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és ez meghatározó volt egyébként ez a 2,5 év a későbbiekben a pályám során. Aztán 2000-ben volt egy éles váltás, mint magánéleti szempontból, mint pedig munkahelyi szempontjából. Akkor ismertem meg életem párját, jelenlegi férjemet, 4 éve vagyunk házasok, és azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt, most, hogyha mondhatom így, hogy fejezhetem ki magam így, mert a munkamániámat, illetve a pörgős életemet és a tanulmányaimat maximálisan támogatja. Igen, lelkiekben is. Úgyhogy sokat köszönhetek neki, mert mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ő a nyugalom szigete otthon. Tehát hozzá bármilyen nagy lendülettel és feszültségekkel teli munkahelyi dolgaim után, hogyha hazatérek, akkor tudom, hogy mellette megnyugvást találok. És ő hallgatta végig, gondolom, tegnap a 30 perces monológot az életrajzit nem, is. Nem, azt teljesen a szobám, magamra zártam a szobajtot, és úgy próbáltam elmondani, hogy mégis miről fogok itt ma beszélgetni veled. Próbáltam én is készülni, ugye felkészülni magamból. A másik pedig, hogy 2000-ben jött a munkahelyi váltás is. Nagyon nehéz volt ugyanis Szekszárdról Fadra átjárni, és mindenképpen szerettem volna keresni egy szekszárdi munkahelyet, és lehetőségem adódott, hogy a Garai János akkori énekzenei általános iskolában napközis nevelőt kerestek, és sok jelentkező közül kiválasztottak engem, szerencsének köszönhetően, és itt kezdtem el tanítani napközis nevelőként. És aztán egy évvel később a következő nagy szerencse, amiért, és majd ugye visszakanyarodunk gondolom a pedagógusi pályára, de hogy 2001-ben részese lehettem annak a csodának, mert hogy én ezt így fogalmazom, hogy az akkor újjá szerveződött Tolnatáj televízió, akkor még nem Tolnatáj néven, de Szekszárd egy televízió néven futott csapatnak a tagja lehettem. Hogy kerültél ide? Ez teljesen ilyen véletlenszerű dolog volt. Az egyik kollega, aki dolgozott már, vagy az előző televíziónál dolgozott, vele találkoztunk egy
szórakozó helyen, és ott beszélgettünk arról, hogy hát milyen munkakörben dolgozom, hogy dolgozom, miként dolgozom, és én elmítettem akkor neki, hogy szívesen vállalnék még plusz feladatokat, ugye munkamániából kifolyólag, és hogy nem tud esetleg nekem valami adminisztratív feladatot adni a most alakuló televíziónál. Érdekelt volna egyébként ez a dolog, hogy kicsit belelássak itt a televíziózásba. És akkor azt mondta, hogy persze jöjjek el, és majd találunk valamit. És akkor arról szólt a történet, hogy idejöttem nagy lelkesen, hogy majd én majd valami szervezési vagy adminisztrációs feladatot fogok itt most kapni, és ehelyett Ritter Péter és Dránovics István beültettek egy stúdióba, kezembe nyomtak egy papírt, és azt mondták, hogy olvassam fel. És én hiába próbáltam nekik mondani, hogy hát én nem ezért jöttem. Azt mondták, hogy nem baj, csak olvassam fel. Ez megtörtént, és utána azt mondták, összenéztek, és azt mondták, hogy jó lesz, maradhat. És így kerültem kapcsolatba a kamerával, hírolvasóként kezdtem, aztán később Ritter Péter bedobott a mélyvízbe, amikor kiküldött egy forgatásra, életemben soha nem csináltam még ilyet, egy operatőrt kaptam magam mellé, meg egy mikrofont a kezembe, és azt gondolom, hogy... Milyen forgatás volt, emlékszel arra? Igen, egy kórus találkozóról kellett anyagot készítenem, a Művészetek Házába mentünk akkor el. Akkor a téma nem állt messze, de maga akkor még a igen, hát fogalmam sem volt, hogy hogyan zajlik itt ez a folyamat, de hát Péter nagyon sokat segített, tehát kérdeztem tőle, hogy egyáltalán mit kérdezzek, vagy mondjon már valami biztató szavakat ezzel kapcsolatban, illetve megtanultam tőle, hogy hogyan kell egy anyagot elkészíteni, hogyan készül el egy híradós anyag. Meddig voltál itt a televíziónál? 3 évig dolgoztam itt, és azért volt ez nagyon-nagyon szép és jó időszak, mert hogy olyan csapatnak a tagja lehettem, akik tényleg ott az elején még, gondolom ti is ugyanígy vagytok vele, hogy minőségi munkára törekedvén, igazán lelkesen, tehát nem mondom, szerintem nagyon kevesen voltak köztünk olyanok, akik végzettségüket tekintve itt alkalmasak lettek volna erre a munkakörre, úgyhogy mindenkiben ez az igazi lelkiismeretes odaadó munkálkodott, hogy minél jobbá tegyük azt a kezdetet, ami akkor ránk nehezedett tulajdonképpen, mert hogy ez egy elég nehéz feladat volt annak idején jól végezni ezt a munkát. Nem gondoltad akkor, nem tudom, hogy milyen volt az időbeosztásod, de hogy mondjuk feladod az iskolát, és mondjuk itt maradsz, vagy mondjuk televíziós pályára. Szóval róla egyébként, igen. A 3 év az akkor volt a legjobb, a 3 év alatt akkor volt a legjobb, amikor nyári szünet volt, mert akkor teljes mértékben a televíziózás örömeit kiélhettem, és akkor, amikor a tanítás is mellette volt, akkor ez egy elég nehéz dolog volt összehozni a két munkahelyet. Sokat köszönhetek ilyen szempontból az akkori kollégáimnak, a Garai téri kollégáimnak, mert hogy tolerálták, és a vezetőségnek is nyilvánvaló, hogy tolerálták azt, hogyha néha egy forgatás után úgy idézőjelbe estem oda a munkahelyemre, ami persze nem szép dolog, de nem tudtam másként összehozni a kettőt, és 3 év után jött a nagy kérdés, hogy akkor hogyan tovább. Maradhattam volna a televíziónál is, de azt mondtam, hogy a gyerekek szeretete, illetve az a hivatás, amit én elkezdtem, amellett voksoltam, tettem le a voksomat, és amellett döntöttem, hogy én pedagógus szeretnék maradni. Úgyhogy nagyon szép 3 év volt, szívesen emlékszem vissza rá, de maradt a pedagógus hivatás. A pedagógia, illetve a dráma pedagógia. Mielőtt ebbe belefognánk, mondd el nekünk, légy szíves, hogy mi maga a dráma pedagógia, mert nagyon sokan tudják, hogy mit csinál egy magyar tanár, mit csinál egy énektanár, mit csinál egy testnevelés tanár, de hogy mit csinál a dráma pedagógus, azt szerintem nagyon kevesen tudják konkrétan. Én úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy a dráma pedagógiai lényege a játék. Tehát a gyerekekkel olyan játékokat játszunk, ami képességeiket, készségeiket fejleszti úgy, hogy ezt a gyerekek nem veszik észre. Tehát a játék során egy csomó képességet, készséget fejlesztünk, és azt gondolom, hogy játszani, örökké játszani, az egy csodálatos dolog a gyerekekkel, meg még csodálatosabb. Úgyhogy én ezért szeretem ezt, mert igazi kikapcsolódás, attól függetlenül, hogy természetesen koncentrálni kell az órán, de még egyszer hangsúlyozom, tehát olyan játékokat játszunk, amelyek fejlesztő hatásúak,
és a gyerekek nem veszik észre, de mégis fejlődnek általa. Itt említem mozgáskoordinációt, beszédkészséget, azt, hogy egy fellépése legyen a gyereknek, hogy meg tudjon szólalni, az együttműködő készséget nagyon-nagyon jó segíti, fejleszti, és sorolhatnám itt azokat a képességeket, készségeket, amik a drámapedagógia által fejleszthetők. És, ez egyébként, bocsánat, mennyire van beépítve most a tantervbe? Igen. 5.-6. osztályban, heti egy órában a tánc és dráma modul szól erről, de azt gondolom, hogy ma már olyan módszerek és irányelvek vannak az oktatásban, ami pont ezt szorgalmazza, hogy minél inkább játékosabban tanítsuk a gyerekeket, hogy talán jobban elsajátíthatóvá válnak azok az ismeretek, amikkel a gyerekeknek rendelkeznie kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő, mint ahogy a kompetencia alap oktatás is erről szól. Tulajdonképpen nem a drámapedagógiáról természetesen, hanem olyan változatos körülmények között játékosan tanítsa a gyerekeket, ami által bővülhet az információanyaguk. És ez nálunk, hála Istennek, megadatott az iskolánkban. Hány gyerekkel foglalkozom most? Most jelenleg úgy szól a dolog, hogy ugye 5 éve van nálunk a Garai János Általános Iskolában alapfokú művészetoktatás. 4 területen, képzőművészet mellett társas és modern tánc, illetve a dráma területén foglalkozunk gyerekekkel. És most már hozzátartozik ugye a néptánc is az iskola összevonások következtében. 70 drámás gyerekünk van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Garai iskolában működik 3 csoportunk, és kihelyezett csoportjaink vannak az 5-ös számú általános iskolában, illetve a Comenius általános iskolában. Én az 5-ös betanítok egy másik kolléganővel, a Comeniusban egyedül dolgozom a gyerekekkel, illetve a Garai iskolában is van egy csoportom. Úgyhogy így készülünk folyamatosan. Hetente 4 órában foglalkozom a gyerekekkel, 4 tantárgyuk van, a drámajáték a fő tantárgy, és ezen kívül pedig mozgásgyakorlat, beszédgyakorlat és vers és prózamondás a tantárgya. Melyik az, amiket te leginkább kedvelsz? Drámajátékokat. De most már azon vagyok, hogy a mozgásgyakorlatban is próbálom magam fejleszteni, tehát most az, amit úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy fejleszteni való számomra, úgyhogy majd lassacskán. De mondom, inkább a drámajátékokat kedvelem a leginkább. Azt is olvastam, hogy gyermekszínjátszó különböző találkozókon nagyon szép eredményeket értetek el. Ez mikor indult? Mikor kezdted el őket felkészíteni? Annak idején 2001-ben az akkori második osztályos csoportommal napközis nevelőként nagyon sok szabadidős tevékenységet végeztünk együtt, és készítettünk, mint minden osztály szokott általában, a szülőknek egy kis verses összeállítást, és ezt bemutattuk egy iskolai rendezvényen is, ahol az egyik kolléganőm ösztönzésére elvittük ezt a Vörös Sándor országos színjátszó találkozóra, és nem kis megdöbbenésünkre Hőgyészen ezüst minősítéssel jutalmazta a zsűri a munkánkat. És a zsűri hozzátette még azt is, hogy érdemes lenne nekem ezzel foglalkoznom, és tanulnom is tovább ilyen téren, és akkor a kreativitásom és az ötleteim még jobban alá lennének támasztva. Erre a továbbtanulásra egyébként később került csak sor az iskola összevonást követően, Matókné Misocki Máriának köszönhetően, aki mindig is támogatja azokat az elképzeléseimet továbbtanulással kapcsolatban, amit én úgy eltervezek magamban. Úgyhogy, igen, ez azért fontos, mert nem kis gondolom, időt vesz igen. igénybe, mind a vizsgákra való felkészülés, mint az, hogy az ember... De a vezetőség számomra teljesen, tehát maximálisan ő mellettem állt ebben, illetve az igazgatónő is támogatott az ötletem megvalósításában, és így 2 kolléganőmmel együtt kezdtük el a Kaposvári Főiskolán a drámapedagógia szakot, és végeztünk is 2 évvel, 3 évvel ezelőtt. Szóval, és akkor így jött létre végül is, így indultunk el ezen az úton, a gyerekek által, a gyerekek segítségével tapasztaltam én is minél többet itt a találkozókon, ugye egymás produkcióit megtekintve az ember sokat tanulhat. A második évben bronz minősítésünk lett, de ez nagyon-nagyon jónak volt mondható annak idején, mert olyanokkal kerültünk egy szintre, akik azért nagy nevek voltak akkoriban. És a harmadik évben tettük rá tulajdonképpen a koronát az egész addigi tevékenységünkre, mert hogy arany minősítést kaptunk Bátaszéken, a megyei találkozón. Ez feledhetetlen élményekben gazdag volt az az egy nap.
A gyerekek fantasztikusan szerepeltek, nagyon összeszokott csapat volt, látszott rajtuk, hogy igazán élvezik azt, amit a színpadon alakítottak, és a zsűri is úgy döntött, hogy ezt arany minősítéssel jutalmazza. Ekkor volt egy olyan sztori, hogy az egyik fiú, bár nagyon tartotta magát, ugye sorolják ilyenkor az emléklapokat, bronz minősítés, ezüst minősítés, és ugye eljutottunk, hogy nem maradt más, mint az arany minősítéseseknek a felsorolása, és így néztek rám, hogy most ez igaz? Biztos, hogy biztos vagyok benne, hogy ez fog történni, hogy mi kapjuk az aranyat? És akkor végül, mikor kiderült, hogy igen, akkor együtt sírtunk és nevettünk örömünkbe, és a fiú pedig odajött, és Netti néni, én nem akarok sírni, de egyszerűen folynak a könnyei, most mit évő legyek? És mondtam, hogy hát semmi gond, mert ezek az öröm könnyei. Úgyhogy 3 év alatt jutottunk ide, de természetesen én mindig hangsúlyozom, hogy tehát a drámapedagógiának nem az a lényege, hogy egy csoporttal színjátszunk, vagy színjátszást, egy olyan műsort létrehozzunk, de ha igénye van a gyerekeknek arra, a csoportnak arra, hogy egy produkciót létrehozzunk, és azt bemutassuk a nagy érdemű közönségnek, színpadra álljunk, és ezt vállalják ők, akkor azt gondolom, hogy ebben maximálisan támogatni kell őket, és eddig, hála Istennek, most már közel 10 éve mindig találtam magam mellé olyan gyerekeket, és olyan csoporttal dolgozhattam, akik nagyon lelkesek voltak, és vállalkoztak erre a nagyon nehéz, kemény, de nagyon szép feladatra. Mennyire bizalmi a viszony, mert én úgy gondolom, hogy főleg a drámapedagógiában nagyon fontos, hogy a nevelő és a gyerek között egy különlegesebb és egy nyitottabb kapcsolat alakuljon ki, mint mondjuk egy másik tantárgynál. Megmondom őszintén, hogy szokták kérdezni, hogy szigorú pedagógus vagy, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy végeredményben igen, szigorú pedagógusnak tartom magam, de mindemellett a gyerekek mindig tudják, hogy ha bolondozom is velük, ha mókázom is velük, hogyha viccelődünk is az órákon, mert nyilvánvaló jó hangulatba telnek a drámaórák, hiszen játszunk, együtt játszunk, még akkor is, hogyha szabályokat kell betartanunk, mert ugye a játék is tele van szabályokkal. De ettől függetlenül azt mondom, hogy szeretem azért, hogyha a 3 lépés távolságot betartjuk, és hogyha valakit meg is szidok, akkor is utána a következő percben már oda megyek, és tudja, hogy szeretem, és megsimogatom. Tehát azt gondolom, hogy az a fontos, hogy a gyerek azt tanulja meg, hogy attól függetlenül, hogy te leereszkedsz hozzá bizonyos szituációkban és körülmények között, és együtt játszol vele. Ettől függetlenül én vagyok a pedagógus, ő pedig a gyerek. Sajnos hamarosan le fog járni az időnk, de mindenképpen még szeretnék rákérdezni arra, hogy tudom, hogy most is elkezdtél egy iskolát, mi ez, és hogy milyen további, távolabbi céljaid vannak még. Ez a 4. diplomád lesz, hogyha jól tudom. Igen, igen, igen. Bár megfogadtam, amikor a Kaposvárit elvégeztem, hogy én többet nem tanulok. Hát persze soha nem mond, hogy soha. 2 évvel ezelőtt egy kormányrendelet értelmében be kellett vállalni, hogy ezt a ronda szót használjam, a magyar szakot, ugyanis ez a rendelet arról szólt, hogy a művészeti alapiskolákban nem volt elég a drámapedagógusi végzettség a pedagógusoknak, hanem még mellett a magyar tanárnak is kellett volna lennünk. És akkor a kolléganőmmel, Csizmazi Jani Mónikával gondoltunk egy nagyot, és belevágtunk ebbe a magyar tanári képesítésbe a Pécsi Tudományegyetemen. Csak sajnos belecsúsztunk ebbe az 5 éves bolonyai rendszerbe, úgyhogy most másodévesek vagyunk. Nagyon szép. Nagyon jó lenne, hogyha az embernek lenne elég ideje rá, de ugye munka mellett igencsak küszködünk, és nagyon sokat kell azért pluszban dolgoznunk, hogy olyan eredményeket érjünk el, amiket szeretnénk. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a dráma pedagógia mellett az, hogy tényleg egy magyar szakot elvégezzen az embert, hiszen hogyha másra nem is gondolunk, mint hogy szélesedik a látókörünk, ugye nagyon régen érettségiztünk már, és azért tudni kéne, amikor egy darabválasztás folyik, hogy egyáltalán hova nyúljunk, mihez nyúljunk, milyen műveket választhatunk, mik között kutakodhatunk. Szóval nagyon örülök neki, hogy erre is lehetőséget adott az iskola vezetése, hogy ezen a képzésen részt vegyünk. És én azt gondolom, hogy ha esetleg 3 év után találkoznánk, akkor én magyar szakosként is szeretnék dolgozni. És azt gondolom, hogy az lenne számomra az igazi cél, hogyha a drámapedagógiával karöltve egy olyan magyar órát tudnék mindig a gyerekek elé állítani, prezentálni, ami játékosan adná át az információkat. Ez a szakmai része. Nyilvánvaló a színjátszásra is továbbiakban is szeretnék foglalkozni.
iskolánk most már nem, tehát most már nem csak az a gyerekekkel, tehát mint csoportvezető, mint rendező jutok el a színjátszó találkozókra, hanem tavaly már a megyei fordulót is mi rendeztük, ami iskolánk rendezte, idén pedig a regionális döntőt, igen, úgyhogy főszervezője vagyok ennek a nagy feladatnak, de nagyon élvezem egyébként. A magánéletben pedig nagyon nagy lépések előtt állunk, mert hogy a családalapítás és a házépítés az, ami Siógárdon vár ránk a férjemmel együtt. Hát én kívánok ehhez neked nagyon sok szerencsét, és remélem, hogy minden vágyat teljesülni fog, amiről most beszámoltál. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, és két hét múlva egy ismerős arccal találkozunk ismételten. Viszontlátásra.